Összesen 50 mannschaft mérte össze tudását, ahol a dombóvári sporthorgász egyéni teljesítménye alapján a magyar csapat tagjaként a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Kisiskolás voltam, ilyen első-másodikas lehettem, amikor apámmal, anyámmal és húgommal elmentünk a Kaposra horgászni, és apám horgászott, és miután semmit nem fogtunk, ezért az összes kukacot bedobta a vízbe, és azt mondta, hogy egyék meg alak nyugodtan, és többet soha nem jött el horgászni, még velem se jött el horgászni, soha többet. Hazamentünk, és én rajtam megmaradt, hogy igazából mi, hogy a víz szeretete, a természet szeretete, ezt nem tudom megmondani, tehát a horgászat szeretete az igazából akkor nem maradhatott meg, mert nem fogtunk halat. Tehát egy kudarc volt, de valami megmaradt bennem, és utána én elkezdtem szépen a vízpartokat járkálni. Az idén rendezték Bulgáriában, Plovdivban egy evezős pályán az édesvízi horgászbajnokságot, az úszós horgászbajnokságot, világbajnokságot. Egy ilyen versenyre való felkészülés az folyamatos. Tehát nem lehet ezt 10 perc alatt fölkészülni egy ilyen versenyre, tehát ez évek hosszú munkája. Mindig gyakorolni kell, mindig toppon kell lenni, és ahhoz, hogy erre a versenyre hogy tudtam felkészülni konkrétan már, ugye azért a kezemben vannak a horgászfogások, és miután kiderült, hogy Bulgáriában lesz a verseny, az időpontja is letisztázódott, a szövetségi kapitánnyal kiutaztunk ketten Bulgáriába, mert ezen a pályán rendeztek egy horgászversenyt, a bulgár horgászoknak a válogató versenyét, amely versenyből aztán kikerült a bulgár csapat, akik részt vettek a világbajnokságon. Tehát ezt mi megnéztük, ott már szereztünk róla információkat, tapasztalatokat, láttuk, hogy mit horgásznak, milyen halak vannak, mennyit fognak, illetve hát korábban voltak ott már versenyek, világversenyek, azokat az információkat is összeszedtük a hazai versenyzőinktől, és ezeknek a birtokában aztán hazajöttünk, ezeket megosztottuk a csapattársakkal, és már így utaztunk ki, hogy nagyjából tudtuk azt, hogy mire számíthatunk majd, mennyi halra, milyen halakra. Ennek megfelelően készültünk össze, tehát felszerelésben, horgászbotokban, zsinorokban, horgokban, etetőanyagban, aztán a csali anyagot, hogy milyen csalikat fogunk majd használni, ezt mondjuk kint szereztük be, de tudtuk, hogy mi az, ami nekünk kell. És akkor kiutaztunk a világbajnokságra így vasárnap este, ott találkozott a csapat, és akkor hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön voltak a tréningnapok. Ekkor lehet összeállítani az pontos taktikát, a technikát, taktikát, hogy a halakat hogy lehet megfogni. Tulajdonképpen ez a lényege. És ez egy csapatmunka. Tehát itt nem csak én dolgoztam ezért a trófeáért, hanem az egész csapat. Mert azért megosztottuk, minden este megosztottuk egymás között az információkat, sőt, még tréning közben is megosztottuk az információkat. És mikor ez így összeállt ez a dolog tulajdonképpen csütörtökre már, mikor kötelező tréning volt, akkor már éreztem azt, hogy nekem ez a pálya feküdni fog, és ezt a horgászmódszert én jól fogom tudni csinálni. És akkor csütörtök este volt a sorsolás, amikor kisorsolták a szektorokat. Én nem szerettem volna az A-szektorba kerülni, ez minden vágyam volt elkerülni az A-szektort, mert az A-szektor egy szélső szektor, és az ilyen versenyen a szélső helyek azok mindig erősek. Tehát egy szélső szektort úgy jó húzni, hogy az ember a szélére kerül, vagy nagyon a szélek közelébe. Ha belülre kerül, akkor gyakorlatilag csak valami középső utáni helyet horgászhat. Na most jött a reggeli helysorsolás, és nekem kiúzták a szélső helyet, az abszolút szélsőt, az A1-est. Tehát ettől jobbat nem lehetett volna húzni, de egyébként ez is egy elég kellemetlen dolog, még az A1-es is, mert ez meg egy nagy felelősséget tesz az embernek a vállára. Mert hogyha meghorgászza az A1-et jól, akkor azt mondják, hogy igen, ez természetes, mert ezt meg kellett horgászni. Ha meg nem tudja meghorgászni, mert valami közben jön, akkor meg világ vége van, mert azt sem tudod meghorgászni, akkor mi a francnak ültél oda. Tehát ez egy nagyon nagy felelősség, úgyhogy ilyen, ilyen nagy teherrel ültem le, annak ellenére, hogy nagyon örültem az A1-nek, de rajtam volt tényleg egy ilyen nagy teher, hogy ezt meg kell horgászni. Itt az A1-nek volt egy olyan huncutságban végül is, hogy a ilyen nagyon apró halak az etetésre odálltak legrőször, ugye tőlem balra senki nem horgászott, tehát az összes ilyen apró vacak odajött hozzám és elleptek. És így a mellettem levőnek nyílt egy nagyobb lehetősége a nagyobb halakra, ő meg is nyerte ezt a fordulót. Én a kettest tudtam meghorgászni erről a helyről. A csapat taktika az tulajdonképpen arra épült, hogy
Jellemzően meccsboton lehet halakat fogni, ez azt jelenti, hogy távol a parttól, tehát ilyen 30 méteres távolságról beszélek, tehát ott lehet viszonylag normálisan halat fogni. A kinti táv, a rakósbotos táv, ez 11,5 métert jelent, ez vagy ad halat, vagy nem ad halat, tehát ez ilyen vagylagos volt. És én mikor beültem az A1-es helyre, akkor azt beszéltük meg a kapitánnyal, hogy a rakósbotot jól megetetem, mert a szélén nem igaz, hogy nem jön rajta hal. Aztán, hogyha az nem működik, akkor bemegyek meccsbotra, tehát a benti orgászatra. Na most ez úgy nézett ki, hogy az előbb mondtam, hogy elleptek az apró vackok, és egy darabig nem is fogtam rendesebb halat. Mellettem a szomszéd már két pontnál járt, két amúrnál, meg egy pontnál, ez az igaz, ez a pontos. Amikor nekem végül is jött egy pont, egy közel 3 kilós pont, amit rakosbotta meg tudtam fogni, és ezzel tulajdonképpen akkor átvettem a szektorba a vezetést, és ez az utolsó óráig, még a többi halal együtt ezt a szektort én vezettem is. Úgyhogy ezt a taktikát követtem, tehát az elején megetettem a rakósbotot is, a meccsbotra belőttem ezt a rengeteget, és utána a rakósboton kezdtem, ahogy mondtam, és fogtam pontyot, aztán nem jött több hal, és akkor vissza bementem, azaz bementem meccsbotra, és akkor onnét kezdtem fogni kárászokat, és én a verseny végéig tulajdonképpen egyszer jöttem még vissza a rakósbotra, egy 15 percek körülbelül, ami, hogy igazoljam azt, hogy tényleg nincs rajta hal. Aztán utána visszamentem, és én meccsboton horgáztam végig ezt a fordulót. Egy csúszó-úszós szereléssel, a csapatban 4-en voltunk, és mindenki mögött volt egy segítő, telefonnal, tehát mentek az információk a háttéremberek és a kapitány között, hogy hol, mivel fognak halat, mire kell váltani, és akkor jött a kapitány, és akkor mondta, hogy figyelj, most ott ezzel fogják halat, próbálj meg, állj rá, hát ha működik. Úgyhogy az első forduló így zajlott le, fölálltam egy kettessel, akkor már éreztem, hogy egy kettessel már összejött egy dobogó. Tehát az ember horgászik egy kettes, ugye az két pont, jellemzően nagyon ritka az a verseny, ahol kettő ponttal nyernek egy nem csak világbajnokságot, hanem akár egy hazai bajnokságot is. Tehát az tényleg egy ritka verseny. Aztán jött a kapitány, és hogy Józsi, akkor te vagy a világbajnok. Aztán elment a kapitány, aztán jött vissza, hogy van egy kis probléma, mert a horvát horgásznak is 3 pontja van. Mondom, Szabolcs, akkor biztos, hogy ráfáztam már. Akkor biztos, hogy nyeri meg. Azt mondja, de van egy jó hírem is, hogy neked 70 dekával több halad van. A hazai válogatott csapatban bronzérmet szerzett a viadalon.